Évszázadok folyamán Tolna megyének igen vegyes lakossága alakult ki, amelyek közül a legjelentősebbek a svábok voltak, akiket azonban a II. Világháború után jó részt kitelepítettek, és helyére bukovinai székelyeket vagy felvidékieket költöztettek. Tolna megyének van székely testvérmegyéje, Hargita megye egyelőre, de tervezzük, hogy Kovászna megyével és Maros megyével is testvérmegyei kapcsolatot létesítünk, így lefednénk a kapcsolatrendszerünkben az egész székelyföldet. Így megemelkedik a jelentősége a székely és az anyaországi kapcsolatoknak, és örülünk, hogy a székely szimbólumokkal, kapukkal, most már vannak székely tájházak is a megyében, ezt a kapcsolatot így tudjuk fejleszteni, hogyha eljönnek ide a székely testvéreink, meglátogatják Paks városát, akkor látva a székely kaput, az ő identitásukat itt Tolna megyében, még inkább itthon érzik ők is magukat, és azt reméljük, hogy paksiak, akik nap mint nap szembesülnek egy székely kapuval, kedvet kapnak arra, hogy még több székely kaput lássanak, és nyáron vagy évközben valamikor egyre gyakrabban el fognak látogatni Székelyföldre. Tehát ez a szándékunk, akár ezzel a székely kapuval és más székely szimbólumokkal a megyében, hogy az összetartozást, az egy nemzethez való tartozást erősítsük, és egymást így bátorítsuk. Nagyon sok szál fűz minket egymáshoz, gazdaságilag is próbálunk egymásnak segíteni, és hát ezek a kötelékek igazából arra hivatottak, hogy ezt az érzést csak erősítsék bennünk, és hát a gyerekeinkbe is az elkövetkező nemzedékbe. 2009-ben költöztem Erdélyből, akkor Arad és Temesvár térségéből ide Tolna megyébe. Én Brassóban születtem, a feleségem Aradon született, így erdélyi szálakkal rendelkezünk. A gyerekeinknek 6 gyermekünk van, 4-en még Erdélyben születtek, 2-en már itt Magyarországon. A szüleink, testvéreink ott élnek Erdélyben, tehát még 1000 szállal kötődünk Erdélyhez, és mindig is kötődni fogunk. Nekünk nagyon fontos ez a kötelék. Ezt a köteléket hivatott jelképezni Pakson a városháza előtt egykor felállított kopjafa, majd a Táncsics Parkban a trianoni emlékmű. Az egyesületünk 1991-ben lett bejegyezve, tehát ez az év a 30 éve, és ebből apropóból 30 éven keresztül már gondolkodtunk azon, hogy hát mit adjunk Magyarországnak, az anyaországnak, hiszen Erdélyből eljöttünk, és hát kaptunk is nagyon sokat, tehát szeretnénk adni is. Ezért úgy gondoltuk, hogy Tolna megyében valahol egy székelykaput állítanánk. Ez húzódott 30 éven keresztül talán, most már úgy néz ki, hogy sikerülni fog. Ez a székelykapunak több jelentése van. Egyrészt azt ugye Székelyföldön a székelyembernek a keze munkája van benne, tehát ez a fedeles kapu középkorban már létezett a Kárpát-medencében, ezért a székelyember tovább fejlesztette és a sajátos faragásokat és díszítő elemeket rakott bele, lelkét beleadva. És funkció volt ugye a portának a bejárata volt. Jelen esetben Magyarországon, Pakson azt szeretnénk, hogy ugyanezt jelképezze a városnak díszítő elemként, hogy a székelyember befogadó ember, épp ezért nyitott szárnyak lesznek rajta, és itt Magyarországon ezzel hálálnánk meg ugye Pakson városunknak, hogy itt lehetünk. Az apropó pedig abból is adódik, amit említettem, hogy 30 éves egyesületünk. Ezen kívül ugye a tavalyi év összetartozás éve volt, és ennek gondolatán gondoltuk azt, hogy jó lenne akkor most 30 év után összetartozás és a Trianon 100 évfordulója alkalmából akkor a székelykapu elkészüljön. Nem volt erre lehetőség a tavalyi évben, hiszen a vírus is közbe szólt, ezért az idénre terveztük akkor szeptemberre az átadást.
A 3,5 méter magas és ugyanolyan széles székelykapu Pakson a Táncsics Parkban a trianoni emlékmű mellé kerül felállításra ősszel az Egyesület és a támogató vállalkozások finanszírozásában.